Ezek a mai témák és a mai vendégek. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig már itt van Pék Szabolcs, az iránytű intézet elemzője, és Nagy Attila Tibor elemző. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Szakértők, orvosok, virológusok mind azt mondják, hogy elkerülhetetlen a negyedik hullám, kezdjük ezzel is az augusztus 20-ával. Kellene már készülni rá mindenképpen, mert itt lesz, itt kopogtat, ugye a szennyvízadatokban már látjuk. A kormány viszont augusztus 20-ára készül, és hát egy rendelettel eltörölték most ezekre a rendezvényekre azokat a szigorításokat, amik egyáltalán még életben voltak. Ugye azt mondta Kovács Zoltán, a valaha volt legnagyobb szabású állami ünnepre, állami ünnepség készülnek. Miért szerintetek? Most nyilván nem az egészségügyi hátterére vagyok tőletek kíváncsi. Nem szabad rontani az emberek hangulatát 7-8 hónappal a választások előtt. Tehát ez nem más, mint közérzetjavító intézkedés. Az emberek hadd bulizzanak, hadd lássák a csodaszép tűzi játékot, és dehogy mindenféle ilyen korlátozás elvegye a kedvüket. Egyébként is ebből a szempontból a negyedik hullám kétségtelenül fenyegető, és hát nyilvánvalóan rosszul jön neki, hogyha a kormánynak a választások előtt mondjuk 5-6 hónappal kéne újabb korlátozó, méghozzá súlyosan korlátozó intézkedéseket megtenni. Az emberek boldogok voltak, hogy végre a maszkot levehették, bár eléggé lazult a fegyelem. Tehát a kormány most kedvezni akar az embereknek, hadd érezzék jól magukat, mert ne felejtsük, a magát rosszul érező választópolgár elég veszélyes lehet a kormányra nézve. Hát, főleg, ha majd ezután rosszul érzi magát, tehát nincsenek veszélye? Hát tényleg a virológusok, immunológusok azt mondják, hogy lesz negyedik hullám. Tehát, ha körbenézünk Nyugat-Európában, vagy Izraelben, Nagy-Britanniában, akkor látjuk, hogy mi van. Hát én is Attila azt tudnék csatlakozni, valóban, hogy a nyár utolsó sugarait talán ki akarja használni a kormány, és ugye lesznek ilyen különböző presztízs események, tehát akár ez a fokhajtó EB-re, hogyha gondolunk, vagy érkezik a Ferenc pápa ugye az eukarisztikus kongresszusra, és hát úgy van vele a kormány, hogy tényleg cirkuszt és kenyeret, tehát ugye most a cirkuszt, és majd a kenyér talán jövő évben érkezik, tehát ugye a nyugdíjasoknak ugye visszaépítik a 13. nyugdíjnak ugye egy következő részletét, támogatják a családosokat, ugye a fiataloknak eszi a visszatérítést a 25 év alattiaknak valóban. Tehát viszont a delta variáns így cikázik a környezetünkbe, tehát ezért ennek megvan a veszélye. Ugye Izrael is a legátoltottabb ország, mégis úgy néz ki, hogy ott is komoly problémákat okoz. Nálunk is most ugye vannak turisták, sokan a Balatonon, Adrián, Nyugat-Európába pihennek, épp néztem, hogy olcsóbb volt a repülőjegy Milánóban, mint egy Budapest-Győr teljes áru vonatjegy, tehát ezeknek a dolgoknak azért megvan a maga veszélye, és hát elképzelhető, hogy ennek meg lesz a böjtje, ugye beindul az iskola szeptember elején. Én magam ugye nem vagyok virológus, vagy bármiféle járványügyi végzettségem nincs, de hát ugye mindenhol ezt ígérik. Hát lehet, hogy majd az lesz, hogy ők hozták be, mármint a külföldön nyaralók, mert tavaly is volt egy ilyen hát igen, vonal a kommunikációban. Egyébként csak annyit még kiegészítésként, hogy ráadásul nem csak a 25 év alattiak kapnak SZIA visszatérítést, hanem számos, mint egy várhatóan 1,2 millió ember fog majd véletlenül a választások előtt egy-másfél hónappal arra ébredni, hogy hopp, kapott a kormánytól 500-600 ezer forintot, 1 millió forintot. Tehát látszik az, hogy a kormány meglehetősen szemérmetlen van, választási osztogatásra készül. Én arra számítok egyébként, hogy a negyedik hullámban nyilván nem lesznek olyan súlyos megszorítások, korlátozások, mint mondjuk voltak tavasszal. Az is lehet, hogy a beoltottak számára nem lesz semmiféle korlátozása, nem beoltottak számára meg igencsak, ez is kockázatos azért politikailag. Hát legyen igazad, de ugye nem véletlen emlegettük Izraelt, ahol 80% fölött van az átoltottság Pfizerrel, és szeptembertől azt a mai vagy tegnapi hír teljes zár lesz, tehát ott azért ott látjuk, hogy mi történik. De ott már túl vagyunk a választásokon, tehát néhány hónappal korábban ott voltak választások. Hogy hány beteg van, meg hogy hányan vannak kórházban, az nem a választásoktól. De ez a kormány, tehát Orbán Viktor mindenképpen hatalmon akar maradni, és ehhez nem tenne jót, hogyha a hangulat jelentősen romolna. Na jó, de hogyha itt lesznek a betegek, tehát például itt volt a második hullám, itt volt a harmadik hullám, ugye hát összeért a kettő. Nagyon sok elemzőnek az volt a véleménye, hogy igazából a 22-es választást egyetlen téma fogja eldönteni, ez pedig a járványhelyzet lesz. Volt, aki ezt vitatta, mégsem hatott a harmadik hullám, ugye több mint 30 ezeren haltak meg, ez egy óriási tragédia. A Fidesz támogatottságában ez nem látszik. Volt egy pici megtorpanás, de aztán visszajött. Hát ez a 30 ezer fő az, mint eltűnt volna Magyarországról Szekszárd vagy Pápa város teljes lakossága. És ugye említetted a Pfizert, én említeném ugye a Sinopharmot, hogy mindenféle antitest vizsgálat, tehát a
fővárosi és illetve a Sotének is a vizsgálat, pedig ők azért ellenzéki elhajlással nem vádolhatók, azt hoz neki, hogy a negyedének nincs antitestje az idős embereknek, tehát a 65 év felettiektek, és akár mondjuk egy eukarisztikus kongresszuson ugye jellemzően szerintem inkább egy idősebb korosztály fog részt venni, vagy hát egy idősebb korosztály is, és hogyha ott elindul valami, akár ez okozhat problémákat. De mitől van ez, hogy ez nem hat tulajdonképpen a kormány támogatottságára, pedig tényleg sok politológus azt mondta, hogy ez fog hatni. Azért. Itt van a Sinopharm vakcina, itt van az elhunytak száma. Én attól tartok, hogy mi magyarok annyira nem szeretjük egymást. Tehát úgy értem, mint ismeretlen magyarokhoz nincs annyira komoly érzelmi kötelék. Hadd hivatkozzak arra, hogy a Tárkinak volt jó néhány évvel ezelőtt egy olyan kutatása, amelyben azt mérték meg, hogy vajon egy magyar, egy ismeretlen magyarban mennyire bízik meg, mondjuk más országokkal összevetve, és képzeljék el a kedves nézők, hogy az jött ki, hogy mi kevésbé bízunk meg a másikban. Tehát én többek között erre vezetem vissza, hogy ahhoz képest, hogy tényleg rengetegen meghaltak, szörnyű volt, ehhez képest nem volt ilyen nemzeti gyász, nemzeti összeborulás, sírás, rívás, mármint ezt képletesen kell élni, mert alapvetően magyarok el voltak foglalva esetleg mondjuk azokkal, akik a környezetükben hunytak el, illetve hát látjuk azt, hogy a társadalmi szolidaritás ebben az országban milyen alacsony. Tehát látjuk azt, hogy például az egészségügyiek mellett kevésbé állnak ki mondjuk a tanárok, és viszont néhány kivételtől eltekintve, vagy mondjuk a bányászok, vagy a egyéb fizikai munkások mondjuk a tanárok mellett. Tehát nincs egy átfogó, nem igazán magas az átfogó szolidaritásnak a szintje, és ez egyébként ennek a kormánynak biztos, hogy kedvez. Ti láttok most olyan ügyet, ami kitarthat a választásokig, ha nem a járvány, és mondjuk az ellenzék témája lehet? Megfigyelési botrány, fudanügy, volt jó pár tüntetés, úgynevezett pedofil törvény. Ingatjátok a fejeteket. Az irányt ugye mérte is egyébként a megfigyelési. Igen, a Pegazis ügyet mértük, de hát ez is úgy néz ki, szerintem itt a napi hírfelé. Annak ellenére is úgy uborka szezon van, tehát azért hírekkel annyira nem vagyunk ellátva, mint mondjuk a kampányidőszak, vagy egyéb időszakokban itt a kánikula kellős közepén. Tehát, hogy a Fudan ügy is eltűnt, akár az egyetemek ügye is eltűnt, ugye ezek a közpénz fogalmát, ugye amikor beemelték, vagy ugye ezek az autópályakoncesziós ügyről is úgy olyan sok mindent nem lehet tudni. Most, amit a saját mérésünkben láttunk, hogy a kétharmada a társadalomnak az hallott erről az ügyről, ugye egyharmada nem. Ezt látják most a nézők egyébként? Igen, Budapesten nagyjából a 4/5 hallott róla, a községekben például a kisebb falmokban akár csak az 50%. És a jobbikosok, fideszesek kevésbé értesültek, tehát náluk csak egy ilyen 55-57% értesült erről. És viszont az, hogy mennyire ítélik el ezt az ügyet, ugye az ellenzéknél egyértelműen ilyen 75% fölötti ez az arány, egyes pártok esetében 90%, ami viszont érdekes, hogy a fideszeseknek is az 58%-a elítéli ugye ezt az egész illegális adatgyűjtéssel kapcsolatban való ügyet, de mégis úgy néz ki, hogy nem valószínűleg ez sem lesz egy átütő, illetve ugye volt egy zavar a kormányzati kommunikációban, tehát Szijjártó, Varga és Pintér miniszter egymásnak dobálták ugye mindegy ilyen forró krumplét, ugye Szijjártó nyilatkozta, hogy az információs hivatal nem végez ilyet, hát nyilván, mert ugye ez egy belföldi adatgyűjtés volt, nem egy ugye az információs hivatal a külföldi dolgokkal foglalkozik, de én úgy gondolom, hogy ebből nem lesz. És megint beleszorult az ellenzék, ugye a tematizálás helyett megint egy ilyen reaktív pozíciót vett föl, ugye, tehát szinte támadásba rendült a kormány oldal, ugye Pintér miniszter most gyakorlatilag Jakab Pétert is megfenyegette, vagy a tőle kérdező újságírónak is, ugye azt mondta, hogy szinte majdnem börtönnel fenyegette azért, mert felbújtás kérdést teszte ki föl, illetve ugye most bejött ez a népszavazós, ez a gyermekvédelmi népszavazás, úgyhogy most megint a kormány oldal tematizál. No, én azt gondolom, hogy az ellenzéknek egyet teljesen világosan kéne látnia. A magyar ember alapvetően a pénztárcája alapján szavaz. Tehát nyilván nem minden egyes választópolgára igaz az, de hogyha megnézzük az elmúlt 30 év választásait, azoknak az eredményeit, általában az jön ki, hogy a magyar lakosság jelentősen árérzékeny, illetve pénztárca érzékeny. És ezt te most látod a közvéleménykutatási adatokban? Mert ha elmész a boltba, akkor tapasztaljuk, hogy mennyire drága minden, milyen az infláció. Igen, de ha már Szabolcsot említed, én most hétvégén Fehérgyarmaton tartózkodtam pár napig, és beszélgettem néhány ott fontos emberrel, és én azt látom, hogy
azért például abban a választókerületben hiába élnek viszonylag szegényen az emberek, de más szempontok is vannak. Például a kiszolgáltatottság, a közmunkára, a segélyekre való várás, a polgármesterektől való függés, akik például a helyi fideszes országgyűlési képviselőtől erőteljesen függenek, és nem Fehérgyalmat Vásárosnamény választókerület az egyetlen ilyen példa. Tehát Magyarországon az emberek alapvetően a pénztárcájuk után mennek, mi sem bizonyítja az, hogy a kormány ugye rezsicsökkentést hajtott végre, vagy ezzel kampányolt 2014-ben. Mi történt? Megnyerte a választásokat. 2002-ben volt ugye a 100 napos program, 50%-os béremelés a közalkalmazottaknak. Mi történt? Az MSZP simán megnyerte az önkormányzati választásokat. Tehát egyértelmű Magyarországon, hogy mi Nyugat-Európában a közvélemény, az egyik posztmateriális témák jelentős szerepet játszanak, addig Magyarországon ezek kevésbé. Tehát az ellenzéki pártoknak én azt gondolom, hogy a politizálásuk, a kampányuk főfókuszának nem elsősorban a korrupciót, a Pegazus ügyet és ehhez hasonlót kéne tenniük, hanem elsősorban az emberek megélhetési és életminőségi kérdéseit, mitől rossz egyes helyeken vagy sok helyen a közlekedés, mitől rosszak az utak, mi a helyzet a kórházi ellátással, hogyan lehetne olyan gazdaságpolitikát folytatni, hogy több pénz legyen az emberek sebében. Ezt kéne nagyon közérthetően szerintem az ellenzéknek közvetíteni. Ígér az ellenzék. De Attila, nem elég ígérni. Attilás csatlakoznék, tehát ezek a voltak télen volt egy nagy mintás 5000-es kutatás, és ez tényleg azt támasztott alá, hogy a három legfontosabb problémája a magyar társadalomnak a magas megélhetési költségek első helyen, második helyen az alacsony fizetések, és harmadik helyen pedig a rossz egészségügy. És az ilyen úgymond kevésbé materiális témák, Attila fogalmazott posztmateriális témák, tehát a demokrácia, jogállamiság, mondjuk a 12., környezetvédelem 14., korrupció sincs ott a legfontosabbak között, és hiába próbálkozik ezekkel az ellenzék, nem megy át, és tényleg inkább ilyen, akár ilyen pénzügyi kérdésekkel kéne. Ugye most van egy elég, Európa bajnokok vagyunk inflációban 5% fölött, vagy azt mondják, hogyha nem a magyar módszertan szerint számolnák, hanem mondjuk az amerikai szerint ez akár lehetne 7% is. Ilyen kérdésekkel tudna valamit esetleg talán közdeni. De pont ezért kérdeztem, hogy ez már van tulajdonképpen. Tehát, hogyha kimegy valaki a piacra, akkor látja, hogy egekben vannak az áron. Igen, de akkor az ellenzéknek például, hogyha nagyon jobb előnybe akar kerülni, akkor el kéne magyarázni szerintem közérthetően, hogy az infláció miért a kormány hibája. Már hogyha egy szíban most csak egy feltételezés vetek fel. Tehát, mert ugye jelenleg most már... A Magyar Nemzeti Bank most és már... a kormány Na hibája. Jó, de ugye a Magyar Nemzeti Bank élén igaz, hogy a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök nevezik ki az MNB elnököt, na de hát hány választó polgár tud erről a 8 millió közül? Tehát szerintem miután ugye magángazdaság van alapvetően, vagy legalábbis látszólag, hiszen a kormánynak elég erőteljes befolyása van a gazdaságra Magyarországon, de miután a emberek fejében nem áll össze, hogy az áremelkedés alapvetően a kormány hibája, ezért mondjuk amíg ezt meg nem tanítják úgymond az ellenzéki választóknak, addig nehezen fog zsörtölődni mondjuk az az ellenzéki választó, aki ezt a nagy drágaságot látja. Nem lenne muszáj például, hogy egy euró 360 forintba kerüljön, tehát ugye... Ez is hozzájárul az inflációs adathoz. Muszáj befejeznünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.